Egyre kevésbé vagyunk biztonságban az online térben. Üdvözlök mindenkit, ez a Techinfo konyha nyelven. Egyre kevésbé vagyunk biztonságban az online térben, mert az adathalászatról szólnak a közösségi oldalak felületei, a gamer portálok, vagy az egyéb ilyen banki utalási vagy banki fizetési rendszereket üzemeltető oldalak. Még mindig a Microsoft felületei a legjobban támadottak, és ezután a közösségi oldalak, de már egyre jobban jönnek fel a gamer oldalak is, ahol főleg accountokat és játékkódokat próbálnak ellopni a tulajdonosaiktól. A Microsoft felületeknél főleg az Office 365 sebezhetőségét használják ki, lopják el az accountokat, és próbálják átirányítani a felhasználókat különböző Microsoftos vagy Microsoftosnak álcázott tartalomra, hogy minél nagyobb kárt okozzanak náluk. De ezután még ott van a negyedik helyen a Facebook is, ahol főleg a hozzáférések és a Facebookhoz kapcsolt egyéb vásárolt eszközökre próbálnak lecsapni az adathalászok, de már a Twitter is benne van a top 10-be. Eddig szerencsére elkerülte a Twittert ez a csapás, de most már sajnálatos módon, hogy a fiatalok nagy része átvándorolt a oldalra, vagyis a felületre, így egyre nagyobb célpontot jelent maga a Twitter is, és a Twitter felhasználói is. A fontosabb oldalakon az adathalászat mértéke közel 75%-kal nőtt a tavalyi évben az előtte levő évhez képest. Ez hatalmas növekedés, és sajnos úgy néz ki, hogy ez tovább gyorsul az idei évben. Kérek mindenkit, hogy körültekintőbben böngészetek, jobban figyeljetek oda az adataitokra, nézzétek meg, hogy kinek mit adtok meg, kinek mit adtok ki, és nagyon fontos, a jelszavaitokat kellően bonyolultra válasszátok, változtassátok meg, mert az az egyik legnagyobb sebezhetőség, legnagyobb gyenge pontja a felületeknek, hogy a legtöbben még mindig nagyon egyszerű, nagyon könnyen kitalálható jelszóval védik a saját kis accountjukat. Remélem, ismét hasznos információt osztottam meg mindenkivel. Sziasztok!